Kedves nézőink, tudják, Párbeszéd, ami nagyon fontos, és a Párbeszéd akkor Platti Iván a vendégem, nyugalmazott címzetes államtitkár. Jó reggelt! Szép jó reggelt kívánok! Üdvözöllek a stúdióban! Folytatjuk akkor a hitéleti támogatással kapcsolatos párbeszédünket, de előtte ugye jelezted nekem, hogy pontosítani szeretnéd a múlt héten elmondottakat. Ez így igaz. Azért, mert többen jelezték nekem, hogy Iván, amit mondtál, hogy mennyi ház üres ma Magyarországon, 400, az 400 ezer. Hát nem mindegy, természetesen, amikor arról beszélek, hogy a demográfia esetleges megoldásához fecskeházakra lehetne ezeket jól hasznosítani, önkormányzat, állam közösen, akár egyházakkal is. A lényeg az, hogy a fiatalok a pályakezdés vagy a házasság és azzal együtt a gyermekáldásnak meglegyen a fészke. Na most ez nem mindegy, és ehhez még hozzá kaptam egy olyan tanulmányt is, amit én ugyan korábban már ismertem, csak azt hittem, hogy talán már a politika is átvette. Bent a József professzor úr és csapata kidolgozott a demográfiai vagy a népességfogyással kapcsolatos javaslatait, aminek az egyik leglényegesebb eleme az, beszélve a fecskeházakról, stb., hogy nem a nőket kell munkába állítani, és nem bölcsödéket kell, hanem úgynevezett hivatásos anya státusszal lehetne a gyerekeket legalább 10 éves koráig otthon tartani az anyja melegén. És hát ehhez hozzáteszem, a múltkor is említettem, hogy az óvoda és az általános iskola alsó tagozata az a településen kell, hogy legyen, hogy a gyerek érezze az, hogy a település szeretetét is, márpedig ott, ha ott kezdi az úgynevezett intézményben való szereplését az anyjával együtt, akkor na most ennek természetesen arra is fölhívta, hogy ennek vannak kritériumok, tehát nem automatikusan lehet hivatásos anya státusz szerezni, amivel meg tudja a gyerekét nevelni és egyáltalán a hozzávaló költségeket is biztosítani. És ezért ez egy nagyon érdekes, hogy ezért úgy tűnik, hogy a magyar, ja és elvitték akkor Novák Katalin miniszterasszonyhoz, nem lett belőle semmi ilyen értelemben, de hát ha talán, mint államelnök, talán úgy gondolja, hogy lehetne tovább folytatni az a fajta családpolitikát. Hát, ugye, de ezzel a kritériumot, azért mondom, hogy nem mindegy, hogy milyen kritériumokkal lehet eljutni odáig, hogy én egy fizetést kapjak azért, mert a gyerekeimet nevelem. Gyerekeimet nevelem. Jó, én ezzel kapcsolatban azért óvatosabb vagyok, modernebb világ élőnek gondolom magam, nem biztos, hogy ez egy járható út, ez egy lépés lehet esetleg. De akkor folytassuk a... Na bár még egyet hozzáteszek. Igen, annyit még hozzáteszek, hogy minden tiszteletem természetesen a professzor úré, de nem vagyok egészen biztos benne, hogy ha összegyűlik X mennyiségű okos férfi ember, akkor ők nagyon meg tudják mondani, hogy hogyan lehet ezt a dolgot megoldani, a népesedési problémákra milyen válaszokat kell adni. Ez nem csak a fiúk dolga. Hát igen, csak ő egy 200 fős szakértő gárdával dolgozta ezt ki. Nagyon érdekes, hogy egy nemzetközi demográfiai konferencián elmondta, és a szlovén miniszter azonnal azt mondta, hogy ők ezt adaptálják. A szlovákok részben adaptálták, és a franciák is már valamennyire ezt csinálják. Tehát van nemzetközi tapasztalat, Magyarországon pedig inkább bölcsödéket építünk. Most ha gondold végig, ha egy bölcsödét építesz, az többek kerül annak a működtetése, mint azt mondom, hogy egy... Ez igaz, ellenben én viszont azt is gondolom, és ez, persze ez szemlélet kérdése, hogy a gyerek legyen minél, kerüljön be aránylag minél korábban, legyen meg az otthoni meleg, meg az otthoni fejlődés is közösségbe, mert ha nem kerül közösségbe a gyerek időbe, akkor az hátrányokat jelent egyfelől, másfelől én a saját tapasztalataimból, amiket én átéltem, azt látom, hogy adva van egy fiatal pár, gyermekáldás következik be, aminek mind a ketten nagyon örülnek, de tetszik, nem tetszik, az első fél év, háromnegyed év, egy év,
akármit csinál az ember, az olyan nagy megterhelés, tetszik, nem tetszik, megterhelés annak, aki otthon van a gyermekkel, az esetek jelentősebb részében az anya marad otthon a gyermekkel, hogy ő neki sok mindenre van vágya a 3/4 év, 1 év leteltével, hát arra van a legkevés, hogy akkor ezt most akkor folytassuk újból és újból és újból, tehát meg kell adni nekik is a lehetőséget arra, hogy visszazökkenjenek a munkavilágába, közösségbe járjanak, mert azzal, hogy én otthon vagyok a gyermekkel, azzal az én közösségi terem is beszűkül, és ne csak a hozzám hasonló gyermeküket éppen otthon nevelőkkel legyek egy közösségbe tartozó. Tehát ez egy egészen bonyolult kérdés, de ezt ne most, mert mindeközben sokkal fontos, ez nagyon fontos téma, de most a mi szemszögünkből... Egy példát hadd mondjak erre. Amikor volt az úgynevezett tornaterem építési akció, majdnem minden önkormányzat annak idején kérte a tornatermekkel. Igen ám, csak a tornaterem működésének a költségei nem voltak meg. Ezért mit csinált az iskola? Kiadta azért, hogy annak a bevételéből tudja működtetni. Most egy bölcsödét nem lehet kiadni, mert mire tudna használni? De ha nincs hozzá költségvetés. Most olyan településeken is épülnek bölcsödék, ahol amelyiknek az önkormányzatnak nincs ehhez pénze. Mert a pénz elvonás az önkormányzatoktól az azt jelenti, hogy nincs igazán úgymond olyan bevétele, amivel ezt tudja működtetni. Az állam ugyan adja a beruházást, de nem a beruházás az érdekes, hanem a működtetés. Na de én értem, csak úgy látszik most, nem baj, maradunk ennél a témánál, hát, de abban is gondolj bele, hogy van egy kisebb település, van, mondok egy nagy számot, 15 olyan nő, gyermekes anyuka, aki érintett ebben a történetben. De lehetne 25 is. Oké. Okay. Ha üres házakba betelepítettek, na de ha igény van arra, hogy legyen bölcsöde, akkor azt meg kell építeni. És ha 15-ből csak 5-nek van igénye rá, akkor is valamit biztosítani kell. Tehát ezért mondom azt, hogy a bölcsődeépítési program nem... Én nem azt mondom, hogy például Tóth Komlós, egy kis 200 lelkes település. Ott van bölcsöde, óvoda, általános iskola, alsó tagozat. Összesen 5-6-10 gyerekkel. Sussz. Vagy mondok egy olyat, ahol azt mondom, hogy nincs közmunkás, mert van munkahely a 800 lelkes cseszek faluba. Ott pedig kell bölcsöde, mert a nők munka lehetősége is adott. Nem tudom, érted, de otthontartás, munkahelyteremtés, vagy azt mondom, hogy az idő alatt, míg te neveled a gyerekedet, lehet, hogy levelező úton el tudsz végezni egy OK-ét, amit otthon tudsz akár varrón, stb. Tehát ez egy annyira komplex módon lehetne ezt megoldani, de nem szabad figyelmen kívül hagyni a településnek, a szellemiségének megmaradását, és az ott élő gyerekek, hogy is mondjam, tudják, hogy honnan származnak. Hát ha minél hamarabb elviszem őket, elidegenednek a szülőföldjétől. Ugyanakkor pedig a fiataloknak pedig különösen egy demográfiai, illetve egy olyan város környékén lévő falvakban gondolkodok, ahol a munkahely lehetősége adott mondjuk a férfinak, a nő pedig otthon van és neveli a gyerekeit, és ott járatja iskolába, és csak akkor megy be a városba, amikor már a gyerek 5-es, 6-os, 7-es, 8-os. Tehát gyakorlatilag ezt nem lehet csak egy megoldással csinálni. Nem, valóban nem. Én is pontosan ugyanezt mondom, csak én a másik szemszögből mondom. Most ráadásul nagyon érdekes, jól mondod, ebbe a 200 fős gárdába, amelyiknek a véleményét kikért, ebbe vannak természetesen hivatásos idézőjelbe anyák, orvosok, közgazdászok, jogászok, pedagógusok, pszichológusok, és így tovább. Tehát ezt vitték be akkor a Novák Katalin, akkor lehet, hogy államtitkár, lehet, hogy már miniszterasszonyhoz, de végül is nem ezt került ki, hanem helyette lett egy csok, meg bölcsöde. Nem mindig intézménybe kell tudni gondolkodni, hanem az emberbe. A régi porosz gondolkodás volt az, hogy én mindent intézményesítek. Minden feladatot intézményesítek, csak ahhoz pénz is kell. Jó, akkor gyorsan egy perc, nem egy perc, de nagyon rövid időre ugorjunk át, ha már pénz.
A nagyon érdekes, nem tudom, hogy lehet, hogy még nem olvastad, Egyházak finanszírozása 10 év alatt 1000 milliárd felett című cikke jelent meg Máté Tóth Andrásnak, a Szegedi Egyetem Vallástudományi Tanszék vezetőjének. Egy nagyon érdekes tanulmány, és a mi általunk feszegetett kérdés, hogy hogyan lehet megoldani az egyházakat, a mindenkori politikától független önállóságokat, itt ad egy javaslatot. A 10 év alatt több mint 100 ingatlant adott az állam át az egyházaknak ingyen. Na most, ha én azt mondom, hogy költségvetésben különböző jogcímeken átváltom a 77 évvel előtt vagyonnak a kvázi mai megoldás lehetősége, akkor itt van az, ezeket az ingatlanokat se ingyen kapja, hanem annak fejébe, amiről lemondok, hát a javadra. Tehát a társadalom érezze azt, hogy nem véletlenül kapta ő meg, nem sajnálom tőlük, biztos jó feladatokra, oktatás, ítélet, stb. Kulturális, közösségi célokra, de ne úgy legyen, hogy ezt kaptam, és utána ez nekem kvázi, ez egy lekötelezettséget jelent, hanem a lekötelezettséget átváltom a valamikor elkobzott vagyonomnak az ellenértékeként. Tehát elfogadom annak természetben, és pénzbeli, mondjuk örökös járadék formájában való biztosítását. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy megint csak komplex módon kell tudni gondolkodni, és ezeket a kérdéseket szépen összeszedni. Ugye az András azt is leírja, hogy az elmúlt 10 évben hogy alakult minden évben az úgynevezett költségvetési támogatások. Hát természetesen vannak nagyon kiugró évek, itt jön be az, hogy 1000 milliárd, mondjuk 2016-ban 175 milliárd, 2017-ben 168 milliárd, 2022-ben most 84, de ahogy múltkor említettem, a következő évben ez már 117 milliárd. Tehát nem pénzkérdése, amikor én leülök az állammal, az előbb elmondott természetbe való ingatlanat, én is lemondtam 1700 ingatlanról. Hát annak az ára már többszöröse, tehát gyakorlatilag az állam nem jár rosszul azzal, hogy kap megint egy olyan lehetőséget, amiről ő tud vele foglalkozni. Ugye most azt mondják, hogy eladják a jelentős földeket. Ezek a földek egy része valamikor lehet, hogy egyházi ingatlan volt. Vagy erdő, vagy arborétum, vagy ajósten tudja, mindenféle. Ez nagyon egyszerű, ezeket KSA adatokból pillanatokon belül meg lehet tudni, hogy ez körülbelül mennyi, és az egyházak természetesen ezek nem kérik vissza. Világos. De szeretnék tudni, hogy ennek az örökségét hogyan tudják gondozni, és továbbadni a következő nemzedéknek. Erről szól ez az egész. A függetlenség és a tisztességes párbeszédből adódó segítés. Tehát nem arról van szó, hogy egy épületet nem kell felújítani, de ez nem erről, mi nem erről beszélünk. Nem a felújításról, nem az ingatlan átadásról, hanem a függetlenség megmaradásából adódó párbeszéd, ami amire hivatott. Tudni, mit mond a tanulmány? Azt mondja, hogy ezáltal, hogy ennyiféle gesztust tett a kormány, ezáltal lecsökkent a hívők száma jelentősen. 500 ezer, több mint 500 ezerrel csökkent le. Na most ez nem biztos, hogy ez az egyházaknak is jó, és a hívők vagy a nem hívők számára is ad egy olyat, hogy hát lám-lám, úgy tűnik, hogy a pénz azért mégse azt jelenti, hogy akkor az egyházak, illetve a hívők száma növekszik ezáltal. Jó. Akkor azt fogjuk csinálni, mert hogy természetesen, ahogy szoktuk volt mondogatni, kifutottunk az időből. Na hát ez helyes. Innen fogjuk folytatni, és most próbálunk csak és kizárólag ennél a témánál maradni. Jó. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, visszavárlak akkor. Köszönöm szépen. Köszönöm. Is.